amikor gyerekkoromban a szüleimmel autóval mentünk, és láttam egy nagyon romos épületet, és nem tudtam mire vélni. És a szüleim mondták, hogy ez itt a vár alatt, ez volt az ifi park, az ifjúsági park, és hogy mennyit jártak ide szórakozni. Én azt nem értettem, hogy ez hogy lehetett egy mozgásban lévő épület, amikor még a szüleim fiatalok voltak, és azóta például nem volt háború. Tehát mi az, amitől ennyire leromlott? Évtizedekig ezt kellett nézni, és szégyeltem gyerekként. Aztán elkerültem külföldre hosszabb időre, és most jön az az élmény, amit az ember akkor él meg igazából, amikor tényleg 10 000 kilométerre távol kerül a hazájától, és értelmet nyer az a szó például, hogy mi az, hogy haza, meg a magyar nyelv. És utána hazakerültem, és az volt az első, hogy megtudtam, hogy újjáépült a Várkert bazár, és hogy megnyílt. Ez akkora élmény volt nekem, alig vártam már, hogy mikor jöhetek el, és mikor nézhetem meg. És azóta is a külföldi vendégeket az az első, hogy felhozom ide a várba. És végre büszke vagyok. Ide feljön az ember a várba, és gyönyörű szép. És a felújítások a mai napig zajlanak, és a parkok gyönyörűek, és hallom, hogy régészeti felfedezések is vannak. Itt most erre méltán lehet büszkének lenni. És azt gondolom, hogy erre nagyon kell vigyázni.